Sziasztok, folytatjuk az értékbeszélőt egy nem is akármilyen autóval, hanem egy több mint 500 000 kilométert futott első generációs Skoda Fabiával. Ha ránézésre ti sem mondanátok meg, hogy 522 000 kilométer van benne, akkor nem vagytok ezzel egyedül, ezért megkérdezik az autó gazdáját, Urbányi Esztert, hogy hogy sikerült belelapátolni ennyi kilométert. Igazából ez édesapámnak az autója, és a kezdetektől ő használta, a vásárlás körül választotta ki, és az édesapámnak a munkája miatt nagyon sokat kellett ingázni, illetve vidéken messze van a telek, és majd, hogy nem, 2-3 naponta járt le vele, úgyhogy így jött össze ez a sok kilométer. Hát egy motorblokk csere volt egyszer, ez kb. Egy ilyen 4-5 éve volt benne, de már akkor is elég sok kilométert futott az autó. Apukám egy nagyon óvatos és lassú vezető, és ő mindig nagyon számított a rékocsóban, mindig be tudjon ülni, és mindig működjön, úgyhogy nagyon sokat szervizeltette. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy tényleg 500 000 kilométer után egy Fabia mit mutathat még, mert az autó ára ugye 445 000 forint, az ugye egy elég nyomott összeg egy kombi 1.4-es Fabiáért, nyilván a sok kilométer az ennek az indoka. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, Tibor is, meg én is, hogy mit mutat majd. Az, hogy 2-3-4-5 elem fújva volt egy ilyen autón, ez egyáltalán nem probléma. Csak ne egy vödörgitelt csinálják meg. Javítás minősége a fontos. Két meghúzási, parkolási sérülés rajta. Egyébként ez még így gyári sárvédő. Pontosabban a sárvédő 90%-a, 10%-a már az enyészeté lett. Az ajtó volt festve. 240 mikron körüli. Skodánál nagyon ingadozó a gyári vastagság. Így. Itt mondjuk nem lehet vastagságot mérni. 1200 mikronig mér a műszer. Itt éppen 780. Úgyhogy valószínűleg, hogy ez a sarka egy kicsit több szobrászkodást igényelt, mint a többi része. Itt is láthatjuk a jó minőségű fényezési munkát, hogy a lakréteg már pörög le a festékről. És idáig volt fújva, itt nagyon jól látszik egyébként. Nem tudom, mennyire adja vissza a kamera. Itt van elködölve a festék. A tető még olyan, mint ahogy azt az úr megteremtette. A csomagtérajtó is eredeti. Gyakorlatilag szinte körbe fújták a jobb eleje kivételével, körbe van festve az autó. Ami egy ennyi idős autótól nem baj. De egyébként ez a szín rendesen jól áll ennek az autónak, igen. Igen. Közlekedő edénynek tökéletes, nem? Komoly típus hibája az autónak, itt a kormányszervónak a motorja, illetve a tartálya egy nagyon sérülékeny helyen van, akár kisebb koccanásoknál is. Nagyon gyorsan megsemmisülhet. Viszont valami új a rezonátor cső, a kipufogón most cserélték ki. A nyúlványok rendesen szépek egyébként. Nagyon szép. Maga a motor is száraz. A féltengely porvédő feladta a harcot. Igen, aki megveszi, annak majd érdemes ezzel kezdenie. Ez egy pár ezer forintos alkatrész egyébként. Meg a trutyi aztán elpusztul. De még ez a fele még, nyilván ez is rozsdás, de ez még viszonylag nem. Hát nem, itt is, bocsánat, itt is. Viszont gombokért van hozzá a karosszéria ellen, meg alkatrész. Komolyan, tehát hogy ilyen. Itt olyan 5000 forint egy küszöb hozzá, tehát jó, más kérdés, hogy alatta is el van rohadva, de maga a küszöb nagyon olcsó hozzá, meg a sárvédő, meg minden karosszéria. Tehát a fékerőszabályzó még szeret berohadni, ennél mozog, ennél nincs berohadva. Mechanikus fékerőszabályzónak a lényege, hogy a hátsó tengelyt, ha jobban terheljük, például beültetjük anyósunkat, mamát 130 kilóval, akkor több fékerőt enged a hátsó tengelyre, hogy ezáltal a fék stabilitását megőrizze. Ennek a tengelye szeret berohadni, és akkor már nem mozog, de ennél még szépen működik. A szilentek is jó, be van repedezve, de teljesen rendben van még. Ilyen rohangálós autó kéne, most megcsináltatnám egy olcsó kasznissal a küszöböket, aztán annyi. Hátul jó kis dobfék, sose lesz vele baj, ha csak nem a munkahenger szokott folyni általában. De ennél száraz általában lehet látni a hátsó féktartó lemezen, hogyha elkezd folyni a munkahenger. Alul nagyon hamar megjelenik a fékolaj. Ez esetben ez teljesen száraz. Ez a fele fog egy kicsit. Valószínűleg a kézfékbob nem van berohadva. A differenciálműnek már van némi kotyogása, de 500 000 kilométer után nézzük el ezt ennek az autónak. A váltónak a féltengely kihajtása ereszti a váltóolajat. Ez is egy filléres alkatrész egyébként, amit célszerű kicserélni időben. A lámpák már beáztak itt szintén, és feladták a harcot. A féktárcsákat nem olyan régen cserélték. A féktárcsák még egész jó állapotban vannak, és a fékbetétek is vastagok. Ugye ez a rezonátor, ez friss, de már itt az előző hegesztés is. Tehát már ez hányadik rezonátor lehet rajta 500 000 kilométer alatt. Két külső kormány összekötő gömbfej már mozog, ki kellene cserélni, de szintén ez egy filléres alkatrész. De tényleg ilyen bicikli alkatrészárokból fel lehet újítani egy ilyen autót. Sokak számára ismerős lehet ez a motorblokk, ez még az ős farmotoros 120-as Skodából származik. Három ponton nyugvó csapágyazott főtengelyel és hüvelyekkel
illetve a régi motornak a hagyományos láncos vezérlésével. Egyébként egész szép a motor, semmi olajsár nincs benne. Hát itt valószínűleg már voltak történetek a hengerfejjel, látod, de már némi trutyi, olaj, ilyesmi, ennek a reteknek a maradványa benne van, de jelenleg maga a fagyálló teljesen tiszta. Egyébként ez a motor a 70-es években, 60-as 70-es években nagyon-nagyon korszerű volt, teljes egészében alumínium felépítésű, könnyű, tehát nem véletlenül tudott az ilyen sokáig futni a Fábiában, és tulajdonképpen lényegesen jobb motor, és sokkal inkább ezt ajánljuk, mint az 1-2-es háromhengeres belőle. Nem csak azért, mert a háromhengeresekkel úgy alapból nem nagyon rokon szemvezünk, hanem annak rengeteg láncbaja lehet, az egy sokkal stabilabb és jobb és tartósabb konstrukció, mint az 1-2 HTP, ráadásul még ugye erősebb is. Ebből 55 lóerős a sima, és 64 a másik, de mind a kettő harmad gyenge, a középső tartományban úgy, ahogy húznak, de ez egy szerintem kicsit lusta, meg kicsit többet fogyasztó, de sokkal kevésbé szervizigényes motor. Van is még egyszer venned kell egy Fábiát, annyira rajongsz a típusért. Én imádom a Skoda Fábiát, ez teljesen egyértelmű, de nem véletlenül. Én általában ugye a jó autókat szeretem, nincs olyan, hogy a francia, olasz, német, japán, amerikai, indonéz, stb. Kocsikat, maláj autókat, hanem én a jó autókat szeretem, és amikor a Skoda Fábia 1999-ben a frankfurti őszi autókiállításon bemutatkozott, akkor azért csodájára jártunk, hogy ilyet hogy tudhat egy autó. Ugye eleve tengelyirányban állítható kormány is kapható hozzá, az ablakemelők típustól függően nyilván, de impulzívak, tehát van benne becsípődésgátló is, ez még mindig működik ebben az autóban. Ezen kívül puhított műanyag műszerfalat kapott, ami nyilván egy 1002-es Zsiguliból nézve nem olyan nagy szám, de a kortárs kis autókhoz képest az, ami elképesztő minőségérzetbeli ugrást hozott. Nagyon szeretem a Fábiában, hogy óriási az ülésállítási tartománya. Tehát ha valaki mondjuk nálam egy 10-15 centivel magasabb, több mint 2 méteres, akkor is kényelmesen beállíthatja bennük az ülést, és kifejezetten kényelmes a vezető ülés. Tehát ebben a kategóriában ez szerintem a legjobb utazóautó volt a maga korszakán belül, hogyha valaki hosszú távon használta. Nem véletlen volt az is, hogy az 1.4 PDTD-kkel, meg az 1.9 TD-kkel 6-800 ezer kilométert is megtettek emberek, mert egy teljesen használható, erről két embernek nagyon komfortos utazóautó. Az autó jelenleg hibakódmentes, bár némi gyújtáshibást vérünk érzékelni a motortól, majd próbáljuk ezt élőadatból kideríteni. Nagyon gyakran trafó problémáik szoktak lenni. Hát azért nem lát hibakódot, mert lehet, hogy nem gyújtáshiba, hanem megnyúlik a vezérműlánc, és ezért egyenletlenül jár a motor. Sajnos néha már 50 ezer kilométert sem bír ki egy vezérműlánc, akkor is nyúlás keletkezik. Alapban ezek meleg motorok, vannak meleg és hideg motorok, Skodának meleg motorja van. Ezeknél, ha megnézed, kiveszed a termosztátot és megnézed, a termosztát nyitása 95 Celsius fok. Tehát a 98 fokos víz, az teljesen normális egy Skodában, meg úgy általában a Volkswagenekben is. Most kinyitott a termosztát, vissza is ment 94-re. Szépen szabályoz. Valójában ezért az összegért nincs jelentősége, hogy körbe volt festve. Komolyan törve nem volt, nem csapta agyon semmilyen traktor. Kisebb parkolási sérülések lehettek, valószínűleg ezért fújták több helyen. Amit kéne rajta csinálni, az a két első kormány összekötő gömbfejnek a cseréje. Valószínűleg egy vezérműláncot is cserélni kell rajta, mert alapjáraton a motor eléggé egyenletlenül jár, ez is típushiba. Az alkatrészek ehhez az autóhoz egy közepes meleg szendvics árán megvásárolhatók. Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy nagyon megtetszett nekünk ez a Fábia, annak ellenére, hogy 522 ezer kilométer van benne. Én mindig sokra értékelem azokat a használt autó eladókat, akik nem óratekeréssel dolgoznak, ugye nem állítják vissza ezt a kocsit is 200 ezerre simán vissza lehetne tekerni. A belseje alapján senki nem mondaná meg, ugye annyira megkímélt és épp, hogy mennyit futott valójában. Ez az autó egy őszinte, teljesen tisztességes ajánlat. Mivel nincs benne légkondicionáló, ezért én ezt a 445 ezer forintos irányárat azért erősen túlzónak gondolom. Szerintem egy olyan 380-400 ezer forint között fog ez az autó végül is megállni, de olyan embernek, aki a légkondicionálást nélkülözni tudja, egy kifejezetten jól használható, láthatóan karbantartott, a rózsásodások kijavítása után kifejezetten hosszú élettartamot ígérő kocsi lehet, ugyanis a Fábiának az alaprózsdavédelme nagyon jó, és hát az autónak az egyéb paraméterei, mint mondjuk a térkínálat, kényelem, zajcsillapítás, fenntartási költség, alkatrészek olcsósága alapján is kifejezetten van jövője, még akkor is, hogyha már több mint 1 millió kilométert megtett. Még ezek
tudom mondani. Mert... küldjétek be az autót, küldjétek be! Igen. És ami nekünk a legfontosabb, hogyha szeretnétek viszont látni a ti eladó használt autótokat, mert bíztok benne, és azt szeretnétek, hogy megmutassuk az embereknek, több tízezeren lássák, és megkönnyítessük az értékesítését, és csináljunk valami érdekes és jó anyagot közösen a ti kocsitokból, akkor mindenképpen írjatok nekünk, jelentkezzetek, várjuk az értelmes építő szándékú kommenteket, akár kritikát is örömmel fogadunk, nem vagyunk tévedhetetlenek, nem vagyunk zsenik, de azért igyekszünk, és tényleg köszönjük szépen, hogy ilyen jól fogadjátok az értékbecslőt. Iratkozzatok fel, sziasztok!